Rendszeresen érkeztek lakossági bejelentések Rákosmente önkormányzata felé arról, hogy az autósok szabálytalanul előzik meg a buszokat a Reggélő és Zrínyi utcák találkozásánál lévő zebra közelében, veszélyeztetve ezzel az ott átkelni kívánó gyalogosokat. A helyhatóság ennek nyomán dr. Füzesi Péter alpolgármester vezetésével rendőri ellenőrzést szervezett, amelynek során az autósok szabálykövetésére, a gyalogosok védelmére, valamint a forgalmi rend betartására fektették a hangsúlyt. Rákos Csabán a Regéli utcai gyalogás átkelő helyen nagyon sokan közlekednek, és a helyi lakosság jelezte azt, hogy sokszor veszélyesen kerülik ki a buszokat a zebrán, veszélyeztetve a gyalogosoknak a testi épségét, és ezért felkerestem kapitány urat, a 17. kerületi rendőrkapitányságot, és kértem azt, hogy egy közös ellenőrzést végezzünk itt a Regéli utcai gyalogos átkelő helyen, hogy kiszűrjük azokat a szabályokat, tanul vagy veszélyesen közlekedő gépjárműveket, akik nagyon veszélyesek a gyalogosokra, hiszen úgy kerülik ki a buszt, hogy nem néznek be, nem nézik azt, hogy esetleg a zebrán már megkezdték az áthaladást a gyalogosok. A városvezetés számára kiemelten fontos, hogy valamennyi meghozott döntés és intézkedés esetében a lakosok érdekeit tartsa szem előtt. Szoros együttműködésben dolgozik a rendőrséggel és az egyéb rendvédelmi szervekkel, hatóságokkal, annak elősegítéséért, hogy a közlekedési morál azokon a területeken is javuljon, ahonnan az átlagosnál gyakrabban érkeznek lakossági panaszok. Rákosmente önkormányzata folyamatosan együttműködik a rendőrséggel, és mindig a rendőrség figyelmében ajánlja azokat a területeket, ahonnan nagyobb lakossági észrevételek érkeznek az önkormányzatba, hogy azokért próbáljunk közösen tenni, hogy minél biztonságosabb legyen ott a gyalogos közlekedés. Az önkormányzat és a rendőrség közös akciói azt üzenik, a közlekedési szabályok betartása és a kerületben élők személyes biztonsága kiemelt jelentőségű. Az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak, hogy a szabálytalanságok száma visszaszoruljon.